tisztelt ünneplő közösség! Nagy tisztelettel köszöntöm Angela Merkelt, németországi szövetségi köztársaság kancellárját Sopron megyei jogú város nevében az 1989 páneurópai piknik és határáttörés 20. évfordulója alkalmából. Kanzlerin der Bundesrepublik Deutschland Angela Merkel im Namen der kreisfreien Stadt Sopron am 20. Jahrestages des paneuropäischen Picknicks und des Grenzdurchbruchs 1989 herzlich willkommen zu heißen. Azon a helyen állunk, ahol 20 évvel ezelőtt az ön honfitársai, a keletnémetek ezen a helyen választották a szabadságot, a diktatúra helyett. Wir stehen gerade dort an dem Ort, wie ihre damaligen Landsleute, die Ostdeutschen, die Freiheit statt der Diktatur gewählt haben. A 20. század végi magyar történelemnek az 1989-es események kiemelkedőek, ezzel csak 1956 mérhető össze. In der ungarischen Geschichte des 20. Jahrhunderts ist 1989 ein herausragendes Ereignis, das man nur mit 1956 vergleichen kann. Büszkék vagyunk arra, hogy városunknak a közelében, itt Sopron pusztán, ilyen fontos és Európát érintő események zajlottak. Wir sind sehr stolz darauf, dass hier in der Nähe unserer Stadt, in Sopron-Pusta, solche sehr wichtige, ganz Europa beeinflussende Ereignisse stattgefunden haben. Mélyen tisztelt kancellárasszony, mint ahogy bizonyára ön is úgy gondolja, ez a mai ünnepség és ennek a jelentősége nem csak a két országnak, Németországnak és Magyarországnak fontos, hanem egész Európának. Sehr verehrte Frau Bundeskanzlerin, ich glaube, Sie teilen meine Meinung und Sie denken auch so, dass dieses heutige Ereignis, diese Feierlichkeit nicht nur für unsere beiden Länder, für Deutschland und Ungarn von herausragender Wichtigkeit sind, sondern für ganz Europa. Ezen a helyen nem nemzeti tragédiát ünneplünk, hanem a szabadság ünnepe, a mai ünnep, annak a bátor szabadságnak, amelyet annak idején úgy mondhatunk, hogy egy rabnép szabadságot adott egy másik rabnépnek. Ez az, amit egy nemzet a legnagyobb ajándékként a másiknak tehet. Hier wird nicht irgendeine nationale Tragödie gedacht, sondern hier wird die Feier, das Fest der Freiheit begeht, und zwar das Fest der mutigen Freiheit, weil hier damals, können wir, glaube ich, so formulieren, ein gefangenes Volk einem anderen gefangenen Volk die Freiheit schenken konnte. A szabadság eszméjét Melokfó Miklós alkotásával megörökítette,